Tisztelt államtitkárasszony, tisztelt biztosasszony, főosztályvezető úr, kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Amikor készültem erre a konferenciára, akkor arra gondoltam, hogy hát az én csacska-bacska tapasztalataim nem biztos, hogy elegek ideig, komoly felkészült emberek lesznek, és hogy én mit gondolok a családról, az persze számomra fontos, de azért okos emberekhez fogok fordulni, azért elkezdtem könyveket bújni, különböző definíciókat keresve, hogy mi is az a család, mert én ezt így szavakba öntve nehezen tudom elmondani. Aztán egy könyv a kezembe került egy tudós embernek a munkája, és a következő mondatot sikerült ott olvasni. A család szó annak a kognitív tartománynak a neve, hívó szava, amelyben a belső taxonómia rekonstruálása lehetővé teszi, hogy megismerjük a család fogalmának a magyar nyelven rögzült képét, konceptualizációjának a módjait, azaz a szemantikáját. Na most én ezt úgy felolvastam a gyerekeknek és feleségemnek, nem részletezném az arckifejezéseket, bennem is különböző gondolatok fogalmazódtak meg, minden esetre már az az este vidám volt, ezt szeretném rögzíteni. Aztán kicsit javított a helyzetén ez a professzor ember, aki biztos nagyon tudja, hogy elméletileg mi is az a család, mert szeretett bizalom, biztonságról értekezett és beszélt, és ez már egy kicsit azért közelebb van az igazsághoz. De hát lefáradtunk. A szellemi agytornától kicsit kimerülve leültem, és inkább néztem, hogy mi történik ott nálunk a dühöngőben, ahol esténként együtt szoktunk lenni. Azt láttam, hogy a két legkisebb gyerekem birkózott, teljesen normális dolog szerintem. A középső gyermek az édesanyjával beszélgetett, leginkább kérdezgetett. Az egyik nagyobb talán SMS-ezett, a másik gyermekünk pedig zenét hallgatott, azt hiszem ebben az életkorban pedig az a természetes. És arra gondoltam, hogy mindenféle elméleti, az előbb említett és általán föl nem idézhető gondolatok helyett a család az valahol talán ez. Aztán tovább gondoltam, hogy de hát az is család volt, amikor a feleségemmel ketten voltunk. És azt is úgy éreztem, hogy egy teljes értékű család. Aztán, amikor hárman voltunk, megszületett az első gyermekünk, akkor is úgy éreztem, hogy az is egy teljes, normális család. És akkor így tovább, most ugye heten vagyunk, de az is egy normális család, amit anyósom képvisel, bár tudjuk, hogy az anyószónak van a magyar nyelven egy különös jelentősége, bár a konceptualizációra most nem térnék ki ennek vonatkozásában. De hát apósom halála óta ő egyedül él, de gyakran van az unokákkal, a gyerekekkel, és ő is egy teljesen normális családban él. Tehát azt gondolom, hogy a családdal kapcsolatos fogalmaink azok nem könyvekben, nem definíciókban, nem tudós embereknek a megfogalmazásaiban, hanem az életben találhatók meg, és ezért talán nem is nagyon kell magáról a fogalomról sokat beszélnünk. Én tehát, az idő is figyelmeztet arra, nem keresem tovább a család lényegét a könyvekben, azt hiszem, hogy azt pontosan megtaláltam az életben, és ez számomra pontosan elég. Én pedig azt szeretném kívánni önöknek, hogy mindenki a személyes életében találja meg a saját maga családját, legyen ott boldog, és ehhez kívánok önöknek ezen alkalomból sok sikert. De mivel mi azért mégiscsak egy családbarát munkahely vagyunk 2013 óta, és nem a szavakban, hanem a mindennapokban éljük meg, ha szerencsénk van ezt a dolgot, ezért létrehoztuk ezt a konferenciát, és még egyszer szeretném megköszönni államtitkárasszonynak és vendégeinknek, hogy vállalták, hogy eljönnek hozzánk, és elmondják, hogy azért mi történt ebben az időben, hiszen az elmúlt évtizedekben eljutottunk a bokros csomagtól a gyedextráig, ami egy elég nagy ívet jelent. Volt alkalmam családosként tapasztalni annak a rendszernek, a szocialista időben bevezetett rendszernek az idézőjelbe áldásait, és van lehetőségem tapasztalni, hogy most milyen ellátások vannak, és ég és föld a különbség. Hogy ezekről pontos információt kaphassunk, hogy a mindennapokban ne csak a jó érzés legyen meg, hanem azt is tudjuk, hogy nekünk, az állam képviselőinek mi a dolgunk a családok támogatása ügyében, na erről fog szólni ez a kis mini konferencia, amire még egyszer köszönöm előadóinknak, hogy elfogadták a felkérést, és köszönöm önöknek, hogy eljöttek hozzánk, és azt is, hogy meghallgattak.